Köszöntöm Önöket! Tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Beres Márton a 2015-2016-os tanév elején csatlakozott a Kistelki Általános Iskola tanári karához, valamint a Kistelki Kézilabda Klub edzői gárdájához. A következő felvételünkön a vele készített interjúnkat tekinthetik meg. Veres Márton, a Török Szent Miklósi Kézilabda Egyesület korábbi játékosa a 2015-2016-os tanév kezdete óta a Kisteleki Általános Iskola testnevelő tanára, valamint a Kisteleki Kézilabda Klub edzője. Miért pont Kistelek, és hogy adódott számodra ez a lehetőség, hogy a Kisteleki Általános Iskolában, illetve a Kézilabda Klubban edzősködhetsz, taníthatsz? 2015-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem testnevelő edző szakán, és felvételt nyertem a szeptemberben induló testnevelő egészségfejlesztő mesterképzésre is. Számomra fontos volt az, hogy amit az alapképzésen megtanultam, az gyakorlati formában is elsajátítsam, és gyakorló pedagógusként én ennek előnyeit felhasználhassam későbbi pályafutásom során. Kistelekre azért esett a választás, mert jó sport hírében áll a város, nagyon jó lehetőségek vannak itt, és nagy kézilabda múlttal rendelkezik. Annak ellenére, hogy kisváros rengeteg lehetőség van, gondolok itt például a táncra, a grapplingre, a focira, a kézilabdára, tehát igazából a város támogatja a gyerekeknek a sportolási lehetőségét. Azért Kistelekre esett másodszorban a választás, hiszen én is egy kisvárosban nőttem föl, ez Törökszent Miklós, ami igaz nagyobb Kisteleknél, de mégis egy kisváros szellemében növekedhettem, és azt a mentalitást folytathatom itt Kisteleken, amiben én is nevelkedtem. Ez Szegeden sajnos több okból nem valósulhatott volna meg. Ahogy ide kerültem, nagyon jó lehetőséget láttam abban, hogy a sport, illetve a kézilabda területén elhelyezkedjek, hiszen fiú kézilabda amatőr csapat van itt, és nekem célom az, hogy egy olyan fiú korosztályt elindítsunk, és egy olyan fiú szakosztályt nevezzünk be különböző bajnokságokba, ami helytálló lesz, úgy, ahogy a lányoknál is ez már több év óta hagyomány. És mivel, hogy nem volt kézilabda csapat iskolai szinten, így egyetlen egy lehetőségem volt, hogyha ezt elindítom. Korábban Törökszent Miklóson fiú korosztályokkal foglalkoztam, ez U9-es csapat volt, illetve U7-es, tehát viszonylag kicsik, ahol még a labdával kellett megbarátkozniuk. Itt azért ez már késői szakasz lenne 12-13 éves fiúknál, de annak ellenére, hogy az idő per pillanat nem a kedvező pozícióban van számunkra, az április 26-ai Diákolimpián részt fogunk venni, és mindent megpróbálunk. Ugye korábban komolyabb szinten is kézilabdáztál. Hogyan emlékszel vissza arra az időszakra, illetve ez mennyiben segíti a jelenlegi munkádat? Én több mint 13 évig kézilabdáztam. Korábban megfordult atlétika, foci, kajakkenó, nyilván megtanultam úszni is, és amire ott a környéken, Törökszent Miklós környékén lehetőségünk volt, azt mindent ki is próbáltunk. Az, hogy ezt mennyiben tudom felhasználni, igazából a gyerekektől lehetne megkérdezni, hogy mennyire szeretik ők az edzéseket, mennyire tartják jónak a testnevelés órát. Úgy gondolom, hogy az egyetemi tanulmányaim hozzájárultak ahhoz, hogy esetleges jó órákat tudjak, vagy jó edzéseket tudjak tartani, de nekem a mérvadó segítség az az volt, amikor az érettségizés után én egy egyéves OK-s képzésen vettem részt, és ekkor tudtam a Törökszent Miklósi Kézilabda Egyesület utánpótlás csapatainál edzőként részt venni, és ott szereztem akkor a gyakorlatot, hogy itt ezt a fiú csapatot tudjam edzeni. A régebbi sport
múltamból, ugye ebből a 13-14 évből. Azt szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy a legfontosabb az, hogy minél több sportágat kipróbáljanak, valamelyiket úgyis meg fogják szeretni. Kistelken rengeteg lehetőség van, és ebből kifolyólag nagyon sok mozgásformát elsajátíthatnak, megtanulhatnak, ami esetlegesen akár a kézilabda pályán is hasznukra válhat. Mik az elvárásaid az általad edzett fiúkkal szemben a közelgő diákolimpián? Én nagyon maximalista vagyok ezért. Soha nem mondtam azt a gyerekeknek, hogy elmegyünk, részt veszünk, és egy tisztes helytállás a cél. Nyilván minél több meccset szeretnénk megnyerni, és minél több ellenfelet a lehető legjobb játékkal megverni. Jelenleg még abban a fázisában vagyunk a felkészülésnek, hogy tiszta játékot tudjunk kialakítani. Nagyon sokan per pillanat, mivel még eddig nem kézilabdáztak, még keresik a helyüket a pályán, keresik a társukat a pályán. Csapatot szeretnék kialakítani, és nem jó játékosokat, hiszen hogyha egy jó társaság jó szívvel föl tud menni a pályára, akkor egymásért tudnak küzdeni. Nagyon sok bizalomnövelő játékot szoktunk felhasználni az edzéseken. Az a lényeg, hogy ők tiszteljék, becsüljék egymást, és az iskolában a tanulmányi eredmény mellett ez a barátság is fontos, hiszen a mi edzéseinkre olyan szellemet szeretnénk bevinni, és olyan szellemet szeretnénk kialakítani, amit a pályára ez egy szív, egy dobbanás gondolattal bármelyik ellenfelet le tudjuk győzni, legyen az akár későbbiekben egy jobb szegedi csapat, gondolok itt például a Szegedi Dózsára, ahol nagyon kézilabda orientált az iskola. A diákolimpián elvárás az, hogy nyilván teljes létszámmal ott legyünk, teljes mellbedobással, nagy küzdőszellemmel vegyünk részt, és mindent megpróbáljunk, a tőlünk telhető maximálisat nyújtsuk. December 1-én alakult a csapat, így túl nagy remények nem lehetnek, hiszen vannak ott már olyan csapatok, akik 3-4 éve folyamatosan együtt edzenek, nekünk néhány hónap jutott, de amit mondtam, teljes mellbedobással és egymásért küzdve fogunk fölmenni a pályára. A kistelekiek mikor láthatják az általad edzett fiúkat, esetleg itt a kistelki sportcsarnokban? Edzőmeccseket szervezünk folyamatosan a fiú csapatnak, hiszen elsősorban nem csak rajtunk múlik az, hogy a kisteleki közönség találkozik ezzel a fiú társasággal. Sajnos a környező városokban, illetve falvakban nem annyira népszerű a fiú kézilabda, inkább a foci az, ami ezekben a körökben mozog. De hogyha ezekben a falvakban, városokban sikerül kiállítaniuk az iskoláknak egy-egy fiú csapatot is, akkor egy területi bajnokságon, egy előselejtezőn vesznek részt ezek az iskolák, és az ottani győztes fog április 26-án a szegedi megyei döntőben részt venni. Csütörtök délután rendhagyó jiu-jitsu edzést tartott a Gracie Barra Hungary vezetője, Max Carvalho, a kistelki 3K-s fiataloknak a helyi sportcsarnokban. Stábunknak a brazil származású mester beszélt arról, hogy miért jött Magyarországra és hogy miért szerette meg ezt a sportot. Rendhagyó jiu-jitsu edzésre került sor a kistelki sportcsarnokban, ahol a fiatalok leshettek el néhány fogást öntől. Miért volt különleges az edzés? Nagyon jó volt, ugyanis volt a fiúk, örülök vagyok, mert itt van egy kemény csapat, itt később biztos lesz sok bajnok ide. Ugye, ha jól tudjuk, ön brazil származású, mikor és milyen céllal jött Magyarországra? Itt vagyok kb. 11 évet, 11 ezelőtt volt, mikor volt az előző Magyarország, és nagyon tetszik ez a hely, ez nekem ez a új otthon. És miért jött Magyarországra? Ez miatt az a nagy mester, az Elhagyi Ala Kúgya, egy edző, aki itt Magyarországon akart tartani edzés, és én volt ez a fiú, és itt vagyok 11 évet, csinálja folyamatosan az a brazil jiu-jitsu edzés. Mióta foglalkozik brazil jiu-jitsuval? Először sok foci, de mikor megtalálod brazil jiu-jitsu, és nagyon imádom, és most sok ezt csinál Brazíliában, mikor kb. 20 évet ez az a foglalás. A magyar és a brazil jiu-jitsusok között van esetleg különbség? Figyelj, szerintem a nagy különbség a brazilok meg a magyarok, az sok a nyelv. Mindenki nagyon ügyes, tudod, a Brazíliában van sok ügyes fiú, itt is sok ügyes fiú, csak az, szerintem az a jiu-jitsu, sok előre kezdünk. És most már a jiu-jitsu, itt vagyok 10-11 évet,
akkor ez mindig fiatal az a sport nekünk. De Brazíliában több csinál, több évet csinál. Ez szerintem a legnagy különbség. A március 4-én Ópuszoszeren a Vackorkuckóban megrendezett ökoméhészetről szóló előadást követően Nagy Tamás méhész és a méhészet iránt élénken érdeklődő Zsák Rajmund beszél stábunknak. Mióta foglalkozol alternatív méhészettel? Most már 5. éve, hogy természetes módon próbálom tartani a méheket. Először én is egy helyi méhészt tanultam meg méhészkedni, a most szokásos módon, de mivel ökológus vagyok, és amúgy is a természet iránt vonzódom, így jött az, hogy megpróbáltam egy kicsit a méhek szemszögéből is nézni a méhészetet. Kezdő méhészeknek az előadásodban bemutatott technológiák közül melyik az, amit leginkább ajánlanál? Van például a széles körbe elterjedt felső léces kaptár, az úgynevezett Tobar Hive, ezt inkább angol nyelvterületeken használják egyenlőre, de otthon bárki házilag is össze tudja rakni, nem kell hozzá semmilyen különösebb felszerelés, és utána a méhekkel való foglalkozásban is elég egyszerű, se pörgető, se műlép, igazából nem nagyon kell hozzá semmi más eszköz. Természetes módon tartott méhek és a konvencionális méhészetbe tartott méhek a te kísérleteid alapján, meg az egyébként is a tapasztalat alapján hogyan reagálnak a jelenlévő méhbetegségekre? Én azt tapasztaltam, hogy minél természetesebb módon tartunk egy méhcsaládot, annál erősebb annak a méhcsaládnak az immunrendszere, hiszen a méhcsaládot fogjuk fel egy méhlénynek, és egy méhlénynek az immunrendszere meghatározza, hogy milyen betegségekkel szemben ellenálló. Lekopogom, de nálam az zatkán kívül semmilyen egyéb fertőzés vagy probléma nem volt még eddig. Ez is azt igazolja, hogy ha az ember természetes módon tartja a méheket, akkor elkerülhetők ezek a betegségek. Milyen módon védekezel? Tehát milyen azok a természetes módszerek, amiket konkrétan használsz a méhészetedben? Az atka ellen elkerülhetetlen a védekezés, hogyha az adott méhcsaládot hosszú távon meg akarjuk őrizni, de ennek is megvannak a természetes módszerei. A természetben előforduló szerves savak, így az oxálsav, hangyasav, tejsav, ezek jól használhatók, de lehet illóolajokat is használni, kakukkfűves, eukaliptuszos, vannak ilyen illóolaj keverékek, ezek szintén alkalmazhatók. Említhetnék olyan módszereket, mint a porcukrozás, ami szintén az atka ellen hat. Hát hasonló dolgokkal lehet foglalkozni. Itt a kistérségben mennyire elterjedt az alternatív méhészeti módszereknek az alkalmazása a méhészeknél? Hát én úgy veszem észre, hogy nem csak a kistérségben, hanem egész országban nem nagyon alkalmazzák, hiszen a méhészek elsősorban a mézre, mint anyagi haszonra tekintenek, és a méhecske, mint olyan, vagy a méhlény, nevezhetjük úgy is, ez csak másodlagos. Szerencsére azért vannak kivételek, meg mindenki meg tudja találni a saját szájízének megfelelő egyensúlyt, de én azt hiszem, hogy ha nem a méhecskét tesszük középre, hanem a méztermelést, akkor egyre nagyobb problémák elé fogunk nézni. Ha esetleg valaki alternatív méhészetből származó méhészeti terméket szeretne vásárolni, milyen tanácsot tudnál adni, hogy azt hogyan tudja megtenni, hol lehet esetleg ilyet beszerezni itt a kistérség területén? Hát megmondom őszintén, itt a kistérségben én nem ismerek alternatív bioméhész, tehát aki regisztrált bioméhész, úgyhogy akkor bizony el kell mennie kicsit messzebbre. Az országban azért vannak bioméhészek, külön egyesület is van erre, tehát vannak, akik ezzel foglalkoznak. Én szerintem be lehet ezeket szerezni interneten keresztül is. Hosszú távon ti tervezitek, hogy itt a kistérségben többen esetleg előállítani olyan méhészeti termékeket, ami piacképes lehetne a alternatív méhészet vagy a bioméhészet területén? Hát én remélem, hogy lesznek olyan méhészek. Megmondom őszintén, én nem tervezem, mert a mi célunk nem annyira a termelés, hiszen mi egy önellátó kis ökotanya közösség vagyunk, és elsősorban a mi méz felhasználásunkra koncentrálunk. De hogyha vannak ilyen méhészek, akik ilyesmi iránt érdeklődnek, akkor én ezt csak támogatni tudom. Több éve tartasz már előadást, többször meg is látogattunk már ilyen rendezvényeken.
Milyen látogatottságai voltak a ökoméhészettel kapcsolatos előadásaidnak? Körülbelül hány embernek tudtad ezt a tudást már átadni a elmúlt évek során? Hát én úgy vettem észre, hogy elég nagy az érdeklődés, de sajnos nem annyira a méhészek körében. Tehát méhészek nagyon kis számban jelennek meg ilyen rendezvényeken, nem csak itt, hanem az egész országban jellemző ez. Viszont egyre több az olyan ember, akik egy kicsit nyitottak a természetközeli életmód, a természetközeli gazdálkodás, a fenntarthatóság felé, és pont ezek az emberek azok, akik látják, hogy a méh, mint olyan sem kerülhető ki, bizony neki is szüksége van ilyen szempontból is segítségre, hogy próbáljuk meg természetes módon tartani a méheinket. Az előadásod során több alkalommal a kasos méhészetről beszéltél, meg itt a hátad mögött is látható egy kas. Azt is hallottuk, hogy akarsz is ilyet gyártani majd az elmúlt időszakban. Mikor fogjuk látni az első olyan kast, amit saját kezűleg építettél és telepítettél be méhekkel? Hát igen, vannak kasok, 2-3 kasom van otthon, egyelőre még nem én csináltam őket. Telepítettem már is bele méheket, most szeretnék olyanokat csinálni majd a következő télen, amiket saját kezűleg készítek, és ha ezek beválnak, akkor ezeket is tudom alkalmazni. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan került erre a rendezvényre, és hogy hogyan tetszett ez a rendezvény önnek, mint aki érdeklődik a méhészet iránt. Hát az egyik tanya szomszédom árult el, hogy itt vannak különböző előadások, és akkor itt kapcsolódtam én is be ebbe az előadáskörbe, és hát nem tudtam sajnos mindegyik előadásra eljönni, de sikerült erre kettőre, úgyhogy ez egy nagyon szimpatikus előadás volt, nagyon tetszett. Ahogy itt az előbeszélgetésünkkor elmondta, teljesen laikusként érkezett ide. Ezek az információk, amiket itt megszerzett, ezek esetleg sikerült ébreszteni valamilyen érdeklődést a méhészet iránt? Hát igen, mert ez a méhészkedés, ez én szerintem egy kicsit művészet is, tehát ez egy nagyon érdekes terület, és hát igen, már régóta dédelgetett ez a gondolat, hogy valami hasonlóba kellene fogni, és azért erőt és lelkesedést adott ahhoz, hogy talán a közeljövőben még ilyen hasonlóba is kipróbáljam és elinduljak ilyen téren. Mi volt az előadásnak az a része, ami a legjobban tetszett önnek? Hát a legjobban azt tetszett az, hogy természetes módon beszél a méhészkedésre és a méhekről, és ez egy igazán szimpatikus dolog, nem ez az ipari megközelítés és a mindent a pénzért és mindent a mézért, hanem inkább együtt élni ezzel az állatokkal, tehát a méhekkel. A bemutatott méhészeti technológiák közül melyik az, amit magáénak tudna is esetleg úgy érezni, hogy otthon is megvalósítaná, ha elkezdene méhészkedni? Hát valószínű, hogy tavasszal egy kaptárépítésbe fogok bele, hogy hát esetleg sikerül egy rajt befogni, ami még segített ebben, hogy eljöjjek erre az előadásra, az, hogy tavaly a tanyánkon egy nagyon idős eperfába beköltözött egy raj, ami azóta eltűnt, bár is hát ott van, csak tehát nem látható, tehát nem megközelíthető, viszont valószínű, hogy őket szeretném akkor ismét nagyobb közegbe látni a tanya környékén, ami segítene talán a beporzásban és a növényeknél is, úgyhogy. 2016. március 7-én hétfőn nagyszabású rendezvény keretein belül Virág István kezdeményezése nyomán több mint 50 madárodót helyeztek ki egész Balázsa területén. Stábunknak maga az ötletgazda, valamint a Balázsai Munkácsi Mihály Katolikus Általános Iskola intézményvezetője, Rabi Edit Éva beszélt a program részleteiről. Madárodók kerültek kihelyezésre egy látványos rendezvény keretében. Ön volt az ötletgazda, miből jött mégis az ötlet? Hát az országot járma. Az a meglátásom született, hogy a madaraknak a költőhelye egyre inkább beszűkül. Ipari parkok, autópályák épülnek, ami egyébként nagyon helyes, mert szükség van rájuk. De a madaraknak így szűkült az élettere, és erdősávok, ligetek szűntek meg. Így gondoltuk, hogy valamilyen módon pótolni kellene. És így ezt találtuk ki, hogy költőorlókat helyezünk ki, hogy több lehetőség legyen számukra. Ez már itt Balástyán született az ötlet, az ön fejéből jött, mégis országos méretű program lett belőle. Milyen visszajelzéseket kapott, akár az ország többi feléből?
Igen, hát először egy helyi kezdeményezésnek indult valóban, hogy megkerestem a Magyar Madártani Egyesületet, és az ő szakmai támogatásokkal sajtófelhívás született, és hát gondoltam még akkor is, hogy csak a megyében néhány település csatlakozik hozzá, mint kiderült, Győr melletti települést, Miskolcig mindenhonnan hívogattak ezügybe, és hát amiről személyes tudomásom van, több mint 1200 adó került kihelyezésre, vagy kerül kihelyezésre mostan a napokban. Hány adót osztottak ki nemrégiben? Hát itt balástai viszonylatban összesen a vállalkozók 57 darab adót készítettek, és ezek lettek felajánlva, külön kaptak az általános iskolának az osztályai, az óvoda, a bölcsőde is, és a civil szervezetek, mint a polgárőrség, a hastánc csoport, az idősek egyesülete, mozgáskorlátozottak, tehát több egyesület helyezhetett ki, és annyi, hogy az utóéletiket tudjuk követni az adóknak, meg lettek sorszámozva, ezt itt a hölgyek, akik osztották ki, azok regisztrálták, hogy ki melyik számot vitte, hogy utána tudjunk nézni, vagy a gazdája így mond, aki átvette, hogy az övé ilyen számú, és ebbe ilyen madarak telepettek bele, vagy nem telepettek. Ez hátha majd elindít egy ilyen Facebookos versengést. Lesz folytatás ennek a programnak? Hát különösebb folytatása nem lesz. Most megelégedünk azzal, hogy ez jól sikerült, elindult, és folyamatban van. Megpróbáljuk követni, hogy alakul a sorsuk a madaraknak, aztán jövőre biztosan, hogy ki fogunk találni valami más lehetőséget, hiszen szükség van rá. Virág István ötlete alapján, mint sok civil szervezet, az iskola minden osztálya is kapott egy-egy madárodót, ezek kihelyezésre is kerültek. Hogyan fogadták a gyerekek ezt a kezdeményezést? Hát az iskola nagyon örült ennek a kezdeményezésnek, hiszen a környezeti nevelés legfőbb célja, hogy védjük a környezetünket, illetve ültessünk fákat, virágokat, és a környezetünkben lévő madarakat is védjük. Minden osztály nagyon örült annak, hogy adót helyezhetett ki. Régóta folyik már a diskurzus arról, hogy hová helyezzék ki az osztályok ezeket az adókat. Elsősorban az iskola épületnek a környezetében helyezték el az osztályok az adókat, hiszen az ablakból így nagyon jól fogják látni, hogy a madarak mikor költöznek be ebbe az adóba, illetve mikor lesznek fiókák, és nem kell közel menni az adóhoz ahhoz, hogy lássák a bennük lévő életet. Az elmúlt napokban közlekedési baleset nem történt a kisteleki rendőrkapitányság illetékességi területén, ellenben a bűnügyi szolgálatra sok feladat hárult. A rendelkezésre álló adatok szerint az egyik kisteleki szórakozóhelyen italozás közben ismerkedett meg egy helybéli két román állampolgárral 2016. március 5-én éjszaka. A 37 éves férfi 23 óra után kerékpárral hazafelé indult, majd arra lett figyelmes, hogy a két alkalmi ismerőse az utcán szintén kerékpárral utolérte őt. Az egyik román állampolgár az út melletti árokba lökte a sértettet, majd miután kisegítették, a nála lévő készpénz és mobiltelefon átadására szólították fel. A 37 éves férfi a fenyegetés hatására átadta az övtáskáját és a kabátját, amelyekből készpénzt és egy mobiltelefont, a kerékpárkosárból egy csomag gyógyszert vettek ki a rablók. A sértett bejelentése után indult nyomozás megállapította, hogy a bűncselekmény elkövetésével egy 15 és egy 37 éves román állampolgárságú férfi gyanúsítható megalapozottan, akiket néhány órán belül a rendőrök elfogtak és gyanúsítottként hallgattak ki. Ellenük rablásbüntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A kisteleki rendőrkapitányság nyomozói a két férfit őrizetbe vették, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásukra.
Személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétségének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya egy fiatalkorú szegedi tartózkodási helyen rendelkező személlyel szemben, aki a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2015. augusztus 28-án az esti órákban Szegeden a Párizsi körút 16-22 szám alatti szegedi rendőrkapitányság parkolójában megfenyegetett két baksi lakost fiatalkorú gyermekük jelenlétében. Az ügyben a nyomozást a bűnügyi osztály befejezte, és az ügy iratait vádemelési javaslattal a szegedi járási és nyomozóügyészségnek küldte meg. A rendelkezésre álló adatok szerint megalapozottan gyanúsítható azzal egy pusztaszeri illetőségű férfi, hogy 2016. február 3-án az esti órákban egy pusztaszeri szórakozó helyen ittas állapotban agresszív, dolog elleni erőszakban megnyilvánuló, kihívóan erőszakos magatartást tanúsított, székeket borított fel, sörös üvegeket dobált és tört szét, valamint sört öntött a pulton belőre, amely cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. A pusztaszeri férfi cselekménye alkalmas garázdaságvédség megalapozott gyanújának megállapítására. Az ügyben a nyomozást a bűnügyi osztály befejezte, és az ügy iratait a szegedi járási és nyomozóügyészségnek küldte meg. Március 7-én hétfőn került sor Hajdú Zsanett festő első önálló kiállításának megnyitójára a Kistelki Alapfokú Művészeti Iskolában. Következő felvételünkön, amíg április 1-ig megtekinthető tárlat megnyitóján készült felvételünket, valamint Hajdú Zsanettel készült interjúnkat tekinthetik meg. És figyelmet kérjük a kedves mindenkit az első önálló kiállításomon, és éppen mondtam itt az ismerőseimnek, hogy ez jobb, mint a születésnapon, mert itt mindenki itt van, akit vártam, és nagyon régóta látott rokonoktól kezdve a legjobb barátaimig mindenki itt van, és ez nagyon jó. Szuper. Nem is tudom, mit mondhatnék. Bármilyen kérdésetek van a képekkel kapcsolatban, állok rendelkezésetekre, azonban modellek nevét, telefonszámát és címét nem álmodom majd kiadni. Mindamellett ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy azon a helyen állíthatok ki, ahol gyakorlatilag 9 éves korom óta felnőttem, az mellett az ember mellett, aki bátran mondhatom a fogadott édesapám. Nehogy gyanúzott! Nem az! És mesterem, és az meg nem nagyon megtiszteltetés, hogy most már munkatársam is. Úgyhogy én ezzel zárom a sort, mert nem is tudom, hogy mit lehetne még mondani, és megkérem őt, hogy mutassa a kiállítást. Néhány ételreceptet még mondhatnám. Jó estét kívánok! Mindenkit szeretettel köszöntök. Ezen a helyen rengeteg kiállítás volt már, és rengeteg kiállítás megnyitó hangzott el, és mindig azzal kezdtem, hogy
hogy nagy szeretettel köszöntöm az ismét és ismét megjelenő barátaimat. És most azt mondhatom, hogy annyi új arc van és annyi számomra ismeretlen kiállítás iránt érdeklődő embert vonzott Zsani, hogy kihagyom ezt a szövegrészt. Ez úgyis fél óra volt, tehát nem az időt. Zsani kért, hogy mondjak róla egy-két dolgot. Hát nem akarok elárulni róla olyan dolgokat, amiket csak én tudok, mert az maradjon az én titkom. Egyet viszont rögtön előjáróban mondhatok, hogy a telefonszámokat nálam is megkaphatják. És erről majd később beszélünk, majd félrehúzódunk, és akkor beszélünk. Zsani engem nem lepett meg a kiállítási anyaggal, és gondolkodtam is rajta, hogy intéző legyek ezzel az anyaggal, mert évek hosszú során át láttam készülni az anyagot. Már akkor éreztem, hogy valami Zsaninál nem az a hétköznapi, nem az a mindennap megszokott dolog. Mondtam is a Zsaninak, hogy azok a dolgok, amiket Olaszországban festettél, azok nem biztos, hogy Kisteleken is ugyanolyan fogadtatásra találnak majd, mint ami mondjuk Olaszországban elvár az ember egy kiállításon. Ugyanis amikor megláttam az olaszországi egyetemi anyagát, akkor az teli volt akttal. Még azt is mondanám, hogy olyasmik voltak, amikre nyugodtan kirakhattuk volna a piros karikát benne a 18-assal. 16-assal. 18-as, az bizonyos értelemben egyfajta sebességkorlátozás is lehetne, hogy ne közelítsünk azért olyan nagyon gyorsan ezekhez a dolgokhoz, inkább gondolkodunk előtte, és elkezdtem tökrenni. És akkor én rájöttem, hogy Zsani tényleg a 18.-19. századból indul el ezzel a realizmussal, amivel az akkori festők szembefordulva a romantikával, Zsani is egyébként más értelemben egy romantikus lány, elkezdte a realizmust, mint ahogyan azok a 150 évvel ezelőtti realistát csinálni, és aztán rájöttem, hogy nem is olyan igazi realizmus ez, mert ahogyan a Zsani le is írta ott a kis kép aláírásában, őt mondatban a saját maga elképzelését, saját magával, ami egyébként nem teljesen úgy van, ahogy ott le van írva, nem gondoltál igazából. Akkor rájöttem, hogy Zsani tényleg egy a realizmus fölülről egy kicsit úgy visszafordulva tekingető szürrealista, egy kicsit olyan fotorealista, a sorrendet is nagyon szépen mondtam. Viszont annyiban nem szürrealista, hogy a két háború között kialakult egyfajta stílus irányzatban, ő átveszi a lényegét a dolognak, de nem akar ilyen megdöbbentő lenni a szürrealizmusával, mint ahogy a két háború között mondjuk megjelent egy-két dolog Dali és hasonló szürrealisták ecset vonásai alatt, és inkább az eltorzított világot adta nekünk. Zsani nem úgy szürrealista, hogy eltorzítja a világot, hanem valamiféle a realizmusból kiinduló álomképet alkot, ami a szürrealizmusnak egy nagyon-nagyon sajátos megjelenítése, és az álomképei a festményeken tovább álmodásra érdemesek. És akkor azt gondoltam, hogy itt meg fog állni Nagy Zsani, mert láttam például a Zsuzsi, hogyan nevezed a képet? A Zsuzsanna grófnő, a Dániel grófnő Erdélyből, a Vargyasi kastély, aki járt Vargyason, ő láthatta már kísérteni a hölgyet. Zsani is ott volt, és megkísértette, meg is festette, és nincs benne semmi megdöbbentő. Ezzel a szürrealista ábrázolással létrejövő mű életre kelésével én is megbarátkoznék, tehát nem riadnék meg tőle, ez biztos. Aranyosan, bájosan, kicsit áttetszően végzi el a feladatát, teszi ezt a valóságos tényt egy kicsit olyan valóság fölötti álomvilággá. Aztán tovább lépett Zsani és elkezdett fotorealizmussal foglalkozni. A fotorealizmus a hiperrealizmusnak egy fajtája, és igazából ez már túlnő a
realizmuson, meg a szürrealizmuson, bár a fotorealizmus egyik eszköze a szürrealizmus is, de önmagában is szürrealista a fotorealista, ugyanakkor hiperrealista is egy kicsit. Most felsoroltam a realizmusnak egy csomó olyan válfaját, különféle időrendi sorrendben rakva, ami 150 évet ölel föl, Zsaniban ez úgy összesűrűsödik. Tehát ahonnan elindul a 19. század derekától, és ahová érkezik, ott 150 év telik el. És a lóimádat, erről is beszélnék egy kicsit. Hát pici lány megjelent az iskolában, nem is 9, hanem csak 8 éves volt, 9-ig, de szerette öregíteni magát. És mondom neki, hogy ha már ide jöttél, akkor rajzolni valamit. Lehetne cicát vagy lovat rajzolni, mert hogy én abban vagyok nagyon erős, mondta ő, és hát elkezdett cicákat meg lovacskákat rajzolni. És ezt csinálta azért jó pár évig. Tehát, hogy már 8-os lehetett, akkor meg már mondtuk, hogy Zsanika, elég most már a lovakból, meg a cicákból, próbálkozz most már beállításokkal, csendélettel, ezzel-azzal. És akkor nem tudom, hogy mondta, de most valahogy úgy rémlik nekem, lehet, hogy nem is igaz, hogy jó az a csendélet, de lehetne cicát rajzolni. Hát ilyesmi volt, ugye? Valószínűleg tartom. És amikor bekerült a főiskolára, akkor azért már nagyon komolyan kezdett foglalkozni a festészettel. Ráadásul a kisteleki képzőmészkör mellett járt még Szegedre a Pataki Ferenc festőművészet is tanulni, és szerintem tőle is nagyon sokat merített Zsani. És biztos, hogy ha én vagyok az egyik elindítója, akkor a Pataki Feri lehet valószínűleg a másik kinevelő neked. De föltételezem, hogy az egyetemen még voltak más mesterek is, akik téged tanítottak, de Zsalinak megvan az önállósága, a képessége arra, hogy saját maga is úgy autodidakta művésznek mondhatja magát, illetve hogy mondhassa annak magát, hogy úgy mondom, igazából helyes nyelvileg is, mert Zsani autodidakta. És itt a környezetében többen vagyunk így, tehát nem kell, hogy mesterekre hivatkozzon, a technikát, az ábrázolás stílusát saját maga tanulta meg saját elsajátításban, adja elő és saját megjelenítési formában, ami sokkal dicséretesebb szerintem, mint hogyha két-három mesterre venné körbe magát, és a mesterek másolása következménye volna az ő érzékisége. Ezt nem lehet lemásolni, amit ő itt elkövet. Ugye említetted a lakotat rögtön az elején egy kicsit megriadva. Nagyon gyönyörűek az ábrázolt hölgyek. Tényleg érdemes megállni előttük, de azért ajánlanám, hogy ne csak főként a férfiaknak, hogy ne csak az aktokon legeltessék a szemüket, hanem ott vannak például birka portrék. Nagyon jó. És lehet legeltetni a nyájak is, Erdélyben készültek, és egyszer már voltak kint az erdélyi tálaton, és valami csoda finom munkák. Tényleg, tehát nem akarom eltéríteni az aktoktól a jelenlévőket, őket, de mindenképpen ajánlanám. És a lovak. Szóval felnőttként lovat festeni, más, mint gyerekként lovacskákat festegetni. És amikor először megláttam, amikor először kitettük a lovakat, a fél meg negyed lovakat, nem tudtam vele mit kezdeni. Mondtam is Zsaninak, te figyelj, nem tudnál egy picit jobbra vinni, legyen már egész az a ló. Legyen például neki négy lába, hát az nem hátrán egy lónál. Idézném is a Karácsony bennünk kedvenc szerzőm Napos Oldal című írását, nem tudom, hogy ki olvasta. Eltéved a főhős egy szobrász valahol Németországban egy grafikai körbe, és egy magyar művész mögé áll, aki a vászton vágtató ménest festeget, és megszámlálva a lábakat egyen több láb van, mint amennyi indokat lenne, és mondja a művésznek, hogy hát itt matematikailag nem stimmel a dolog, kellene vele valamit kezdeni. És a művész rácsodálkozik, hogy honnan tudja, hogy hány lába van egy lónak. Hát igen, a lónak annyi lába van, amennyit a festő fest, azt el kell fogadni. Ha valaki sokalja, akkor ne vegye meg a képet. Ha valaki kevesli, akkor kérjen még hozzá egyet-kettőt, de halljuk rá a művészre, hogy mennyit csinál. Most én el is tudtam fogadni a lovakat, és most, hogy újra láttam megkeretezve ezeket a lovakat, azért is raktam egymás mellé őket, mert szerintem ezek nagyon teljes lovak. Még felhívnék néhány
dologra mindenkit, mégpedig arra, hogyha a kiállítást nézegeti, akkor ne felejtsen el a Zsani által megterített asztalról magának süteményeket választani. Táblácskákkal irányítja a Zsani a gusztust és az ízlést az ételek között, és hogy ne menjen cigányútra a rétesnek az apró kis pilléje, engedjenek a kis megcsapolt dobozból maguknak bort is, hogy jusson azért mindenkinek, higítsák föl és fröccsformájába fogyasszák el. És nagyon jó szórakozás, nagyon jó beszélgetést kívánok minden jelenlévőnek, és bejelenteném közben a közreműködő zenész barátunkat is, aki Zsani Kardos Tomiának a bátyja. És mondd a keresztnevet még egyszer, mert Zsolt, tehát a Kardos Zsolt következik, ő elvállalta, hogy a az első néhány dal után még egy kis hangulatfestő muzsikára ott marad a széken. Még mindig vállalod? Még mindig. Jó, rendben van. Amíg ő ezt jónak látja, amíg el nem fárad. Előre is köszönjük. Azt is vállalta, hogy ez egy francia öltözékem, az francia sanzsonyt. Nagyon szépen köszönöm a felvezetőt, és én csak annyira venném magamhoz a szót, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az én művészeti ágommal, a zenével asszisztálhatok egy ilyen művészeti esemény. Valljuk be őszintén, hogy ez egy nagy csomópontja nem csak a művésznő saját életútjának, de valószínűleg, mivel ugye mindenkiben más-más gondolatokat keltenek, és az értékelése a képeknek más képeket, képzelettársításokat ébreszt emberekben, mindezeket összefoglalva egy nagyon jelentős eseményhez értünk ma. Én gratulálok, szívemből gratulálok ehhez a kiállításhoz, mert én úgy gondolom, hogy abból a szempontból is egyedülálló, hogy nem szoktak ilyen termékeny nagy kiállítással megjelenni. Megmondom őszintén, hogy ennél még csak kisebb képkiállításon jártam. És a továbbiakhoz nagyon sok energiát, kitartást és ambíciót, és ugyanilyen nagyon széles látókörű perspektívát kívánok. És hát, hogy mivel készültem, itt egy műsorszám az, ami úgymond ilyen emelkedett hangulatú, és ilyen színpadi, és szeretnék asszisztálni ez az eseményhez, ezért egy olyan francia műzetet hoztam, aminek a címe Stílus Műzet. Arról már nem is beszélve, hogy kapcsolódik egy másik művészeti ággal, a filmművészettel. Ezt nem mondtam ki jobban, mert szerintem mindenki meg fogja ismerni. Majd a kiállítás közben úgy elbeszélgetni, hogy kiben mit ébresztett fel a dal, ki az, aki felismerte, hogy melyik filmben hallható. És hát én azt vállaltam, hogy a képek nézegetéséhez egyfajta aláfestő zenét biztosítsak, úgyhogy következik a stílusműzet, és minden, ami utána van, nem fogok semmit sem felkonferálni. Érezzék nagyon jól magukat, töltsék nagyon kellemesen ezt az eseményt, és hát középpontban a művésznő és mentora, és még egyszer gratulálok. Én is gratulálok. Thank you.
Az én párom egy muzsikus családban nőtt fel, és ott mindenki zenélt, és zenélt. És én imádom, amikor a két testvér összeül zenélni, és egymásnak mutatják, hogy is jó, és hogy kéne, és milyen. És hihetetlen hangulata van, de a Zsolti nekem még nem játszott, úgyhogy ez járt. Úgyhogy köszönöm szépen, és fogadják szeretettel a további dalokat, és megkérnék mindenkit, hogy fáradjanak be a büfébe, és fogyasszanak kedvükre. De ki lehet hozni nyugodtan a főcsöket, a sütiket, majd a morzsát összetakarítjuk. Köszönöm szépen. Itt vagyunk Hajdú Zsanett első önálló kiállításán. Ezek a képek, vagy esetleg a korábbi festmények milyen kiállításokon szerepeltek korábban? Számos kiállításon számos kép szerepelt már innen, de vannak olyanok is, amelyek most láthatók itt először. A képek körülbelül 8 év munkáját ölelik egyébként fel. Ebbe beletartoznak a főiskolás munkáim is, sőt a diplomamunkám is itt van. Ezen felül, ha jól számoltam, 56 kép van most kiállítva. Szerintem körülbelül a fele most látható itt először. Mióta foglalkozol festéssel, és kik voltak azok, akik a festői pályádat egyengedték? Hát, ha mondhatom így, körülbelül szerintem mióta ceruzát tudok fogni, foglalkozok ilyesmivel, és mindig is érdekelt, és mindig is le tudtam ebben vezetni az energiáim. Komolyabban a gimnázium óta foglalkoztat a dolog. Azon felül is a főiskolán kóstoltam leginkább bele a festészetbe, valamint nekem nagyon nagy pont volt az életemben Olaszország, a Macerátai Akadémia, ahol fél évet töltöttem, és ott ízleltem meg először az olajfestés rejtelmeit. Mestereimnek nem sok embert tartok, őket viszont nagyon nagy becsben tartom a szívemben. Ilyen Szombathelyi Árpád, Pataki Feri bácsi a Szegedi Napfényműteremből. A főiskoláról a kedvenc szobrász tanárom, Eszik Alajos, és számos másik ugyanúgy Olaszországból, mint itthonról. Mestereimnek nem csak tanárokat és festőket tartok, hanem mestereim lehetnek akár a diákjaim is, akiktől nagyon-nagyon sokat tanulok a mai napig. Szombathelyi Árpád a megnyitó folyamán említette, hogy a képeid nem hétköznapiak, mégis milyenek? Nekem ezek hétköznapiak, ez az én hétköznapom, ez az én világom, hogy más számára milyen, arról csak sejtésem lehet nyilván a visszajelzésekből. Én nagyon-nagyon szeretem Sándorfi Istvánnak a munkáit, az ő képi világát, az ő technikai megoldásait. Nekem nagyon-nagyon sokat adott, de nekem természetes. Tudod már, hogy mikor és hol lesz a következő kiállításod? Nagyon-nagyon szeretnék a második otthonomban kiállítani, és ez Lakitelek. Nagyon szeretnék oda vinni képeket. Terbe van véve Opusztaszer is az emlékpark, valamint szeretnék Szegedre is vinni kiállítást. Ez körülbelül a következő egy, másfél vagy két évben esedékes. Ezen kívül nem tudom még mit hoz a sors, lehet, hogy megyek ennél messzebb is. A Balázsa Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének, Virág Istvánnak az ötlet alapján valósulhatott meg az a nagyszabású rendezvény, melynek keretein belül több mint 50 madárodut osztottak szét különböző civil szervezetek között. A következőkben az eseményen készült felvételünket tekinthetik meg. Köszönjük Önöket a költőlük országos kampány megnyitóján. Megkérem Újvári László Balázsa Község polgármesterét, hogy mondja el ünnepi beszédét. Jó napot kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel köszöntöm a megjelenteket ezen az első alkalommal megszervezett szép kis ünnepi rendezvényen. Természetesen külön köszöntöm iskolánk igazgatóját, pedagógusokat,
diákokat, civil szervezetek résztvevő érdeklődőit és mindenkit, aki ma el tudott jönni. Engedjék meg, hogy egy nagyon kicsi kis kronológiai sorrendet mondjuk a mai nappal kapcsolatban. Egy néhány héttel ezelőtt Virág Kista barátom fölkeresett, és egy olyan ötlettel állt elő, és kérdezte a véleményemet, hogy szerinte nagyon helyes dolog lenne és nemes cselekedet lenne, ha településünkön így tavasszal madaraknak udúkot helyeznénk ki. Végigbeszéltük a történetet, nekem már az első alkalommal is ez tetszett, és utána többször leültünk, hogyan lehetne ezt minél gördülékenyebben meglépni, és mindjárt a mondjuk úgy hivatalos tájékoztatóban elmondom, hogy most már ez messze nem a település határa, nem a kistérség, hanem igazából országos hírű ügy lett belőle, egy országos kampány sikerült így ezzel elindítani nagyon helyesen. Költőódó madaraknak költőódót. Ízlelgettem ezeket a szavakat, és tettem akkor is, mikor Virág Kista barátommal először erről beszéltünk. Magam is természetbarát vagyok, önkormányzatunk például virág- és faültetéssel, minél több zöld terület kialakításával próbálja szépíteni településünk arculatát. És egyben igyekszünk egy kicsit visszaállítani abból, amit az ember mód terjeszkedése elvett a természetből. Kista szavait hallgatva és átgondolva nem is tudjuk sokszor, hogy milyen kevés is elég ahhoz, hogy egy kicsit jobbá tegyük közvetlen környezetünket. Hiszen egy ilyen költőadó nem jelentős kiadás, de mégis sokat tud segíteni madaraknak. Miután az ember kicsit utána jár, utána olvas, hogy hogyan alakult ki ez a probléma, hogy szűkült be a madarak élettere, gyorsan rájön, hogy ez igenis komoly gond. Gondoljunk csak bele! Nem csak a kellemes tavaszi reggeli madárcsicsergés kerül veszélybe, hanem a kártevő bogarak, rovarok is jelentősen elszaporodhatnak. Ez pont egy ilyen településen, mint Balástya, komoly gondot jelent. Ezek a költőódók, reméljük, kicsit segítenek abban, hogy minél több kismadár találjon otthon, minél hosszabb ideig és minél több hasznos segítséget nyújtva ezzel nekünk. Ezen gondolatok mentén szerettük volna, ha egy ilyen kis ünnepélyes avatót is tartunk ennek a szép kezdeményezésnek. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ez a kampányhoz. Azoknak, akik magánemberként kihelyeznek egy-egy ilyen adót, nem csak Balástya és Csongrád megyében, hanem az ország bármely pontján. Szeretném megköszönni azoknak a helyi vállalkozóknak, akik lehetővé tették a munkájukkal, hogy elmondhassuk, 57 darab költőadót helyezünk ki ma Balástyán. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a kampány ötletgazdájának, a Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének, Virág Istvánnak, hogy elindította ezt a szép kezdeményezést. És engedjék azt is meg, hogy így a távolból annak sok-sok támogatónak, akik országszerte ebbe a kampányba az internetes lehetőség kapcsán jelentkeztek, és sorban tájékoztattak, hogy itt ennyit, amott amannyit helyeznek ki hogyan csinálja, szeretném megköszönni. És mint az előbb a fölvezető gondolataimmal is elmondtam, amikor azt látja az ember, hogy környezetünk gyarapszik, szépül, ipari létesítmények sorra épülnek, akkor azért úgy folyamatosan eszébe jut, hogy mi van azzal az élő környezettel, aminek igazából a létünket, a boldogulásunkat köszönhetjük, az hogyan fog csorbulni, vagy ha netalántán csorbul, ezt a csorbulást hogyan tudjuk ellensúlyozni. Szerintem ez a mai nap, ez a szép kezdeményezés erre egy nagyon jó lehetőség. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen! Fogadjátok sok szeretettel a harmadik osztály tanulóinak előadását. Lajos a cinke, se baj azért, hogy picinke, kedves madár az a cinke.
Kúszva szögde röked ugrál, minden nővébe kukuskál. Kíváncsian vakmerően barangol a zöld erdőben. Nem kell csak egy szempillantás, túl a túlon a kis pajtás. Játszogatnak nagy vidáman, egymással szép társaságban. Tréfálkoznak, évelődnek, jobbra-balra kergetőznek. Meglapulva, el-elbúva, faodúból faodúba. Civakodás az a vége, de megint csak szent a béke. Ugyan hol volt nevelőben, hol lett volna az erdőben? Ott járt ő az iskolába, látszik is, hogy nem hiába. Megtanulta jól a leckét, fürge szemmel nézeget szét. Pusztítja a rovarokat, jó neki, mint nem válogat. Bánja is ő, akárminő, hernyó, kukat, szitakötő. Úgy eszi, mint a rántottát, vagy akár a legjobb tortát. Lelehajlik falombrá, köszönetet csüktok hozzá, visszafele egy víg nótát, pedig sohasem tanult kótát. Jöttével a hűvös ősznek, búcsút mond a nagy erdőnek, de nem megy el a fecskével, sem a búgó gerlicével. Kertünknek lesz hű lakója, gyümölcsfánkat védi óvja, tisztogatja kikeletre, ágrul ágra zengedezve. Sokat szenved téli fagyban, de jó kedve mindig megvan. Énekelget kinn a kertbe, az ablakra fázva rebben. Te rossz gyerek, tégy vele jót, sudd be azt a cinkefogót. Nyisd ki inkább ablakodat, melengető két karodat. Köszönjük szépen! Felkérem dr. Tokodi Bélát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportjának titkárát, hogy tartsa meg a beszédét. Köszöntök mindenkit a Magyar Madártani Egyesület nevében. Engedjétek meg, hogy tegezzelek benneteket, hisz főleg fiatalabbak vannak itt előttem. Amikor január derekán Virág István megkeresett engem ezzel az ötlettel, miszerint madárbarát településeket próbáljunk létrehozni civil szervezetek segítségével, akkor gyakorlatilag teljesen tárt kapukat döngetett a Magyar Madártani Egyesületnél, mivel mi már 15 évvel ezelőtt elkezdtük a úgynevezett madárbarát kert programunkat. Miről szól a madárbarát kert program? Hát arról szól, mivel a civilizáció jobb részét ugye már élvezi az ember, de ezzel párhuzamosan sajnos a környezetünket folyamatosan átalakítjuk. Ezzel az átalakítással elvettük azoktól a mindennapi madarainktól azokat a fészkelési lehetőséget, amelyeket körülöttünk megtaláltak az öreg odvas fák természetes üregeiben. És sajnos gyakorlatilag be kellett látnunk azt, hogy ezeket a fészkelő helyeket, hogyha szeretnénk széncinegének, házirozdafarkónak, vagy akár különböző barkájuknak a énekére ébrednünk, de akkor ezt meg kell tartanunk, ebben nekünk segítenünk kell. Ezért elindítottuk ezt a madárbarát kert programunkat, ami egyre híresebb, és szinte minden településen van már madárbarát polgár, aki gyakorlatilag segít a madaraknak. Az év különböző időszakaiban különböző módokon tudunk segíteni. A télen, aminek gyakorlatilag lassan a utóját tudjuk, sőt, hát inkább ez már tavasz, a madáretetést befejeztük, és most érkeztünk oda, hogy gyakorlatilag a körülöttünk egyre inkább hangosabban szóló cinegéknek próbáljunk segíteni. És hát ez az a kezdeményezés, amit gyakorlatilag Virág István nagyon jó érzékkel elindított, amelynek itt látjátok a
nyomát ebben az 57 tudóban, amit közösen fogunk kihelyezni az ünnepség után. És azt is tudnotok kell, hogy most ott tartunk, hogy több mint 1200 odónál tart az ország. Civil szervezetek, önkormányzatok most ott tartanak, hogy több mint 1200 lehetőséget biztosítanak azoknak a szénszínegéknek, akik, hogyha jó figyeltek, most is szólnak onnan is és onnan is. Tehát mi, mint Magyar Madárt Egyesület csak támogatni tudjuk ezt, és ha bárkinek bármiféle kérdése van, akkor a közös odókezés során állok mindenkinek a rendelkezésére. Köszönöm szépen! Köszönjük! Fogadjátok sok szeretettel Molnár Milla 6. osztályos tanuló műsorát. Szent Éva, madáretető. Többet madárkák gubbasztanak az ágon, egyre kevesebb falat nyit nekik a fákon. Beköszöntött a hideg, a krajcáros napok. Mikor a szárnyasok jótevője, te vagy és én vagyok. Ne felejtsünk madáretetőt építeni, és friss magvakkal, szalonnával ékíteni, hogy el ne pusztuljanak kis barátaink, s megvalósuljanak madárfütyös tavaszi álmaink. Cinke, rigó, s a kipkoppos harkály láthassa, tele van az etető tartály. Messze ne menjenek, kertjúmban fészkeljenek, hogy a télnek búcsúnótát majd ők énekeljenek. Köszönjük szépen! Az ünnepi estés zárásaként Újvári László polgármesterről szeretnék mondani pár szót. Kedves jelenlévők, még mielőtt a rodó kiosztása megkezdődne, engedjétek meg, hogy néhány mondatot mondjak. És akkor mégis visszatérve a rodókhoz, látom mindegyik föl van számozva, mindegyik osztály, vagy bármilyen közösség legyen, egy civil szervezetek, vagy akár hallottam, hogy a családok is szeretnék így támogatni. Én nekem az a kérdésem, hogy ne csak kihelyezés történjen, hanem tényleg figyeljük is, hogyan sikerült, mikor költöztek bele a lapok. Szerintem egy nagyon helyes program ez a fészekrakó program. A lakásépítés is szerintem döntő. Most a madarakkal, az állatvilággal kezdjük, őnek is minél marabb legyen lakásuk. Én azt kívánom gyerekeknek, hogy sok örömük származzék benne, folyamatosan figyeljétek, mikor költöztek bele, mikor vannak fiókák, hogyan történik a fióka nevelés, mikor repülnek ki, és bízom benne, hogy ezzel egy olyan folyamatot indítottunk el, amivel még jobban tudunk a környezetünkre figyelni. Most viszont engedje meg minden kedves jelenlévő, hogy megköszönjem annak a személynek a munkáját, aki az ötlet gazda volt. Megköszönjem Virág Pistának, a Tűzolt Egyesület elnökének azt, hogy ezt az ötletet ő megalkotta, tájékoztatott, kérte a segítségemet, és hál' Istennek nagyon sok partnert találtunk erre a szép összefogásra, és így a jelenlévő felnőttek és gyerekek előtt szeretném megköszönni neki a munkáját. Ha csak annyit mondok, hogy tegnap Kossuth Rádióban, az Oszikén című műsorban szinte több mint negyed órás műsor volt erről, és a sok más egyéb erénye mellett a településünket most már erről is ismeri. Biztos, köszönöm szépen a segítségedet! És azt nézd el nekünk, hogy nem odút adunk, de végül is a tartalmát majd egészséggel fogyasszátok baráti körben, családi körben. Pista, köszönjük szépen a segítségedet, és adja Isten nagyon sokáig tud településünket hasonló ötletekkel és munkával segíteni. Köszönöm még egyszer! De megmondom az őszinte igazságot, hogy messze nem azért kezdeményeztem, hogy hát kapok érte valamit. Ez most nagyon nagy meglepetés számomra. Köszönöm szépen az elismerést. És hát mindannyiótoknak, aki itt van, aki segített ebbe, támogatta. A kérdésem majd az lenne elsősorban a fiatalokhoz, iskolásokhoz, hogy ezt a kezdeményezést vigyétek haza, és akkor szabad időben apukát, anyukát
fogjátok meg a kezét, és akkor otthon is készítsetek, hogy legyen otthon sajátotok is. Jó? Köszönöm szépen! És most viszont kezdődjék a kiosztás, mindenkinek ehhez jó munkát és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. A Kistelki Ede Városi Könyvtár szervezésében mese és alkotás elnevezési projekt keretén belül tartottak rajzfoglalkozásot a gyerekek számára, melynek végén az elkészült műveket versenyre bocsátották. Stábunknak a pályázat nyertese Molnár Zsófia, valamint a szervezésben résztvevő Hódi Katalin beszélt. Mese és alkotás című projekt sorozatra került sor ugye az utóbbi időkben itt a Kistelki Könyvtárban. Miről szól pontosan ez a projekt, mi a célja ennek? Az Erdei Csillával közösen pattant ki a fejünkből az ötlet, mert a gyerekek részéről volt igény arra, hogy valami módon alkossunk közösen együtt. Én ősszel mentem nyugdíjba, és valami üresség volt ott a levegőben, és nekem is ez nagyon, nagyon kedvező feladatnak bizonyult, és összedugtuk a fejünket, és meghívtunk gyerekeket, és irodalom és mese címen indult ez a projekt. És hány hónapon keresztül tartott ez az egész? Szeptembertől decemberig, és havi egy alkalommal, szombat délelőttönként. És milyen foglalkozásokon vehettek részt a projekt keretein belül? Hát, amint mondtam, először is mindig kezdtük irodalmi résszel. A Csilla mesélt, vagy verset mondott, és ennek az ábrázolása történt később, és meghatározott tematika szerint haladtunk a gyerekekkel. Technikákkal ismerkedtek meg, élményekbe lehetett részük, komplex élménybe, irodalmi és ábrázolás élménybe. Mi történt az ott alkotott művekkel? Hát minden alkalommal közösen megnéztük a gyerekekkel egymás munkáját, ott értékeltük, és természetesen mindegyik munkát pozitívan, mert nagyon gyönyörű alkotások születtek, egyediek, tükröződött a munkákon az, hogy örömteli, elmélyült munka folyt minden alkalommal. Internetes szavazásra bocsátotta az Erdei Csilla a gyerekeknek a munkáit, és a legtöbb szavazatot kapott munka díjazásban részesült, illetve munkák díjazásra kerültek, és februárban lett vége ennek a projektnek, és akkor derültek ki, hogy ki az, aki legsikeresebben végezte a munkáját. A nyertesek milyen díjazásban részesültek? Mindenki nyertes volt, abba állapodtunk meg, de hát a legtöbb szavazatot kapottak, három kislány, köztük a Zsófi, Molnár Zsófi, a Dékány Noémi, Sugár Lara kapták a legtöbb szavazatot, de hát a többi munka is nagyon gyönyörű volt, és úgy gondoltuk, hogy egy nagy közös tortával ünnepelünk, és mindenki részesült a finom tortából, a nyertesek pedig egy-egy bögrét kaptak, és rajta a munkáik vannak megörökítve a bögréken. Esetleg várható folytatása ennek a projektnek a közeljövőben? Igen, gondolkozzunk rajta, mert a gyerekek elsősorban, akik nagyon szeretnék, a folytatása lenne ennek az egésznek, és ez föltétlenül föl kell karolni, mert hogyha szombat délelőtt a játék helyett, az internetezés helyett választják ezt a foglalkozást, akkor biztosan, hogy ez nagyon jó dolog a részükre, és keressük a módját, hogy mi legyen a folytatása. Milyen érzés volt, mikor megtudtad, hogy nyertél? Jó. Miért szeretsz festeni? Mióta foglalkozol így festéssel, vagy rajzolással? Hát úgy 3 éves koromtól már nagyon szerettem rajzolni. És miért szeretsz rajzolni, vagy festeni? Azért szeretem a lovakat rajzolni, mert szeretem a lovakat. Szeretnél még máskor is részt venni ilyen foglalkozásokon? Igen. Melyik képeddel nyerted meg a versenyt? Egy lovas kép, ami hegyeket ábrázol, meg hidakat.
És szereted azt a képet? Igen. Most következő mesefelolvasásunkban Roberto Piumini Marci ébredése című meséjét hallgathatják meg kicsik és nagyok, Sejben Emma hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Roberto Piumini Marci ébredése. Marci nem nagyon szeretett reggelente kibújni a jó meleg ágyból, sőt, igazából utált felkelni. Marcikám, reggel van, ébredj, de ő csak átfordult a másik oldalára. Az anyukája akkor még hagyta aludni egy kicsit, de aztán megint ébrezgetni kezdte. Marci, gyerünk, igyekezz! Megbökte kicsit, meghúzta finoman a lábát, megcsiklandozta a nagy lábujját, ráfújt a szempilláljára, egészen addig, míg Marci nagy dulcásan és morgolódva fel nem ült végül az ágyban. Egyik reggel, amikor az anyukája belépett a szobába, hogy ébrezgetni kezdje Marcit, Marcinak támadt egy ötlete, ha úgy teszek, mintha nem hallanék, de egyáltalán egy szót sem, akkor hagyni fog aludni egész nap. Marci, gyerünk Marci, ki az ágyból, vagy elkéssel, mondta az anyukája. De ő meg sem moccant. Az anyukája hagyta még aludni egy egészen kicsikét, de aztán újra próbálkozott. Marci, Marci, szólongatta, ébrezgette az anyukája, de ő csak nem mozdult. Hallotta, ahogyan az anyukája kiszalad a szobából, győztem, feladta, kuncogott magában Marci. Most aztán alhatok egész nap. Éppen ezen örvendezett, mikor meghallotta a mentőautó szirénáját. A mentő egyre közelebb ért, majd megállt a ház előtt, odalent kicsapódott a kapu, sietős kopogtak fel a lépcsőn, és kinyílt a szoba ajtaja. Marci egy pillanatra óvatosan kikukucskált a takaró alól. Egy hatalmas doktort látott, volt vagy 2 méter magas, meg 2 mentőápolót hordágyal. Marci rémülten nyitotta ki a szemét. Anya, mi ez? Mi történt? Az történt, hogy nem ébredtél fel, ezért eljöttünk, hogy bevigyünk a kórházba, mondta most már a doktor nevetve. Aztán el is indultak a mentősök ki az ajtón. Ezután Marci soha többé nem próbált túljárni az anyukája szín, amikor reggel kelni kellett. Morgolódott ugyan kicsit, fészkelődött még a takaró alatt egy ideig, de 2-nél többször sosem kellett neki szólni. Addigra már ült is az ágyban, és válaszolt az anyukájának. Jó reggelt, már ébren vagyok ám.
nagyszüleink lelki üdvösségéért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jó, a mindenható Istenünk és nektek testvéreink, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és urasztással. Én békem, égiket vagy békem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűknányát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok élettel Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Ezek az evangélium igényi. Áldunk téged.
a szomszéd barátokkal való végigjátszónak után estére jutva összevesztek. És amikor ő hazament a szemközti házba, megállt a kapujukba, és mindenféle ocsmásságot kiáltott vissza nekem, én megharagudtam, lenyúltam a földre, felvettem egy lapos követ, és meg akartam dobni őt. A kő viszont nem őt találta el, hanem a házuk ablakát, és betette. Én ekkor elszaladtam. Egy nap múlva jöttek a szomszédok, akik tudomást szereztek erről a hatalmas bűncselekményről, és azzal fenyegettek, hogy ha a gyermek édesapja ezt nem tudja, akkor nekem anyja. Én ennek következtében visszahúzódtam, és hónapokig nem találkoztam ennek a fiúnak az édesapjával. Többször jöttek hozzám, mivel szomszédok voltunk, de én mindig elbújtam, nem mertem a testvéreim és a barátaim közé menni, mert féltem a szomszéd édesapját. Telt az idő, és egy idő után elkerülhetetlen volt a találkozás. És amikor összetalálkoztunk, éppenséggel nálunk az udvarban, mert a fia áthívott, hogy most már mégiscsak menjek át játszani, akkor az édesapja csillogó szemecskét fogadott, kezet fogott, és a következőket mondta: nagyon régen láttalak, hol voltál? A fiának adott valamennyi pénzt, hogy menjünk, és a közeli cukrászdába együnk meg egy-egy süteményt. Ugyancsak gyermekkori csinkedéseim közé tartozik, amikor egy másik szomszéd lányt szintén megdobtam kővel, de az nem az ablakot, hanem a kislányok a fejét találta el. Nem történt különösen probléma, csupán egy kék folt jelent meg a kislány homlokán, és ezzel az édesapjával sem találkoztam egy ideig. Később édesapám mesélte el, hogy ennek a történetnek az lett a vége, hogy az édesapa végül is éppen egy zsák kumplit kért az én édesapámtól. Ez a két gyermekkori történet két édesapát állít elé. Egy szeretetteljes, irgalmas, az én csíntetésemet elfelejtő és süteménnyel jutalmazó édesapát, és egy olyan édesapát, aki a békülést feltételezhetett. Egy zsákkumplit. A mai evangéliumban egy édesapáról és két csíntevő gyermekéről hallunk. A fiatalabbik fiúknak az útja világos számunkra. Kikéri az örökséget, elmegy, eltékozolja vagyonát, aztán észhez tér, hazamegy, bocsánatot kér, és az édesapa lakomát rendezve visszafogadja a fiát. A másik fiúnak az útja egy picit különlegesebb, és nehezen fedezhető fel az, hogy hol van ennek a gyermeknek a hibája. Ugyanis amit halljuk, soha nem hagyja ott az atyai házat, mindig engedelmeskedik az édesapjának, egyetlen parancsát sem szegi meg neki, és úgy viselkedik, mint egy nagyon rendes, nagyon engedelmes szófogadó és törvénytisztelő fiú. Ennek a fiúnak a távol léte, az atyai háztól való távol léte akkor nyilvánul meg, amikor megtapasztalja édesapjának a fiatal fiúval szembeni viselkedését, magatartását. Irigyé válik, féltékenyé válik, sőt, harag gyullad a szívébe fiatal testvére iránt, összehasonlítsa magát testvérével, és azt gondolja, hogy az édesapja kevésbé szereti őt. Akik nagy családban nőttek fel, vagy legalábbis volt, hogy van egyetlen egy testvérük, azokban sokszor fel
ez a lelki kényszer, fájdalom, hogy vajon a szüleim nem-e jobban szeretett a másik testvéremet, mint engem. Az idősebb fiúnak ez a baja. Azt gondolja, és úgy érzi, hogy az édesapa jobban szereti a kicsapokó fiát, mint őt, aki mindig otthon van, aki mindig engedelmeskedik, aki mindig szolga lelke. És ez a fajta gondolkodása, ez a fajta irigység, ez a fajta harag, ami az ő szívét teljesen betölti, eltávolítsa őt a édesapjától. Magyarán, mind a fiatalabbik fiú, mind a idősebbik fiú távol van az atyai háznak. És az édesapa ennek a történetnek a főszereplője. Az az édesapa, akinek a szeretete nem szűnik meg gyermekei iránt akkor sem, amikor azok hátat fordítanak neki. Az édesapa elsőként akkor jelenik meg a történetben, amikor a fiatal fiú kikéri az örökséget. Azt mondja a Szentíró, akkor ő szétosztotta köztük vagyonát. És ezután a fiatal fiú eltávozik otthon. Fölmerül a kérdés, hogy az édesapa miért nem akadályozza meg gyermekének az eltávolodását. Az édesapa miért viselkedik úgy a gyermekével szemben, mint egy szolga, hiszen tulajdonképpen ezt teszi. Egy olyan dolgot teljesít gyermeke számára, ami számunkra elképzelhetetlen. Hiszen élő ember az örökséget nem adja ki a fiának. Az örökség akkor jár, amikor az édesapa már meghalt. De az atya mégis teljesíti gyermeke kérését, mert a szeretet megakadályozza abban, hogy ellent mondjon neki. Istennek a szeretete ebben a történetben ekkor nyilvánult ki először, amikor nem mérgicskélés nem számított, amikor nem a maga javát keresi, hanem megteszi gyermekének azt, amit kér tőle. Isten tehát a szeretete akadályozza meg abban, hogy megállítson bennünket és visszafogjon minket akkor, amikor mi valami rosszat, gonoszat akarunk tenni. Az Isten végtelenül tiszteli a mi szabadságunkat, és nem akar korlátozni bennünket. Nem akar megállítani, nem akar gyeplőre fogni bennünket, mint a lovakat, hanem engedi, hogy menjünk a saját elképzelésünk, a saját terveink, a saját gondolkodásunk szerint. Isten a engedi és hagyja, hogy szabadon elhagyhassuk a szülői házat. Azt a házat, ahol a szeretet, a gondoskodás, ahol a féltés vesz körül bennünket. Nem akar visszafogni, nem akar korlátozni bennünket a szabadságon. Úgy gondolom, hogy Istennek ez a szeretete mindannyiunk számára példaértékű lehet. A következő jelenet, amikor az atya megjelenik, az akkor van, amikor meglátja, hogy a fiatal fia érkezik hazafelé. Az, hogy észreveszi hazaérkező gyermekét, ez azt jelenti, hogy az atya állandóan figyeli a pályát. Állandóan figyeli azt az utat, ahol a gyermek eltávozott, és várja haza a gyermekét. Azt is megtehette volna, hogy elzárkózik. Azt is megtehette volna, hogy megharagszik, elkezd buszogni. Azt is megtehette volna, hogy halad állít egy hatalmas kerítést a háza elé, és azt mondja, hogy majd, ha megérkezel, akkor kopogsz. De nem ezt teszi. Nem figyeli a tájat, képleli a tájat napról napra, és várja haza az ő gyermekét. És amikor észreveszi, akkor leszáll az atyai trónról és a gyermekedésére. Felszabadítsa a gyermekét a lelki kényszer alól. Halljuk, hogy a gyermek kitalálja,
hangjában. Minden fog lényegesni. Sokszor talán saját magunkon is észreveszünk, hogyha valami bűnt, hibát követünk el, másokat megbántunk, akkor próbáljuk kitalálni a saját magunk is történetét, hogy mit fogunk mondani, hogyha szembe találkozunk vele. Kedves Jóska bácsi, azért törnek be az ablakok, mert a fia az édesanyjába terlegette. Például. Vagy kedves Károly bácsi, azért dobta meg a lányának a fejét, mert az a bicikli gumiából kiengedte a levegőt. De fölösleges történetek, nincs értelme. És a Jóisten nem is hallgassa meg hazatérő fiának a magyarázkodását, hanem erélyes ilyet, megelőlegzi a bizalmat, feloldja a gyermekében azt a lelki feszültséget, és azonnal megadja neki a szabadságot. Feloldja őt a bűn rabsága alól. Milyen szép az Istennek ez a gesztusa, hogy nem számol ki, nem falnak állít, nem letérdeltet, nem mondja azt, hogy akkor most letöltöd a büntető időt, és azután majd elbeszélgetünk, alszok rá kettőt, aztán majd eldöntöm, hogy visszafogadlak-e vagy nem, hanem eléjes ilyet, elébe szal, megöleli, megcsókolja, és kifejezi ezzel az ő végtelen és minden feltételtől mentes szeretetét. Az Isten szeretete nincs feltételre szabva. Az én két történetemből ez tökéletesen kimutatható. Az első esetben semmi feltétel nincsen, sőt, megjutalmaznak egy süteményen. A második esetben feltétele van, egy zsákmunk. Ha nem kapom meg, többé nincs barátság. Ha nem kapom meg, harag van. Hát melyik a jó? Úgy gondolom, hogy az első, mert ez mutatja be a Jóisteni számunkra. És mit hallunk? Azután bemennek a házba, hozzátok a legdrágább ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarkot a lábára, vágjátok le a hízgalmukat. Az Isten ünnepet és lakomát rendez a hazatérő gyermekének. Az Isten ezzel a nagy lehetőséggel fejezi ki az ő örömét. A Szentírás tele van ilyen történetekkel, amikor az Istennek a nagy lehetőségét vehetjük számon. A kenyérszaporítás csodája. 5000 ember lakik jól, és 12 kosár maradékot szednek össze. Hát mi ez, ha nem pazarlás? A kánai mennyegző csodája. Milyen sok bor változik rád, vagy víz változik rád borrá. Rengeteg megmarad, de az Isten nem foglalkozik ezzel. Mert az Isten pazarol. Pazarolja az ő szeretetét az ember. Az Isten nem zsugori. Az Isten nem féltékeny. Az Isten nem haragszik a megtérő bűnösre, hanem örül neki. Annak az egynek, és azért az egyért képes ünnepet rendezni. Mi csak akkor rendezünk ünnepet, ha legalább összejön 200 ember. Az Isten akkor is ünnepet rendez, ha egy ember érkezik haza. Mert neki az az egy mindenkinek fontosabb. Ugyanezt figyelhessük meg akkor, amikor a 99 bárány közül elmegy egy, és képes ott hagyni a 99-et, és elmegy, hogy megkeresse azt az egyet. Ő megy el. Ő keresi, és ő találja meg. Nem azt mondja, hogy majd visszajössz, ha akarsz, majd hazajössz, hogyha szereted a szállást, hanem ő előlegzi meg a bizalmat. Ő megy, és ő keres. És azután mit mond? Örüljetek és újjongjatok, mert megtalálta az egy elveszett bárányt. Amikor az asszony keresi az egy elveszett drachmát, és amikor megtalálja, mit tesz, összehívja szomszédasszonyait, és ünnepet rendez, mert örül, hogy megtalálta azt az egyet. Az Isten
ugyanígy örülünk egyetlen megtérő gyermekének. Nem irigykedik, nem féltékenykedik, és ugyanígy meghívja az idősebbik fiát, és ami tökéletesnek tartsa magát. És így derül ki az ő hibája, hogy féltékenykedik az apját, féltékenykedik a testvérére, nem tud együtt örülni az apjával. Mert a halad elzárja őt, az örömt. Az az ember, aki közel van az Istenhez, az tud örülni. Azt az öröm jellemzi. Hát mi tudunk-e örülni egymásnak? Vagy egyáltalán van-e öröm az életünkben? Vagy állandóan panaszkodunk, állandóan keserünk, állandóan szomorkodunk. És nem veszünk észre, hogy a világunkban milyen sok jó van. Állandóan falakat emelünk. Féltsük a saját kényelmünket, a saját jólétünket. Szokták mondani magyarul, hogy jönnek ezek a migránsok, és a mi hitünket, a mi kereszténységünket tönkreteszik. Hát ettől kell félnünk. Nem ezek teszik tönkre a mi kereszténységünket, hanem azok a falak, amelyeket felépítünk a saját életünkben, amelyekkel távolságot tartunk embertársainknak. Ha ezekről félünk, akkor hogyan fogadjuk be az Istent, aki szintén migráns, aki szintén hajléktalan, akit szintén üldöznek, támadnak, aki az embertársát nem tudja befogadni, aki nem tud örülni embertársa örömének, boldogságának, jólétének, az hogyan tud örülni az Istennek? Sehogy. Embertársainkkal való kapcsolatunk kifejezi az Istennel való kapcsolatunkat is. Ahogy az Istent szeretjük, úgy szeretjük embertársainkat is. És itt van ez fordítva is. Ha valaki irigykedik, ítélkezik, megveti a másikat, féltékeny a másikat, akkor az Isten sem tudja befogadni. És ez az idősebbik fiú ezt példázza, hogy nem tud bemenni a mennyegzőre, nem tud örülni az édesapjával és fiatalabb testvérével, mert a szívében lévő harag és féltékenység megdátolja őt ebben. Tudjunk feloldódni, tudjunk örülni, tudjunk meglátni az életnek a szépségeit és örömteli lehetőségeit. Ragadjuk meg ezeket, hiszen az Isten országa az az öröm országa. Az Isten országa az az ország, ahol egy asztalnál ülünk, és ahol nincsen féltékenység, ahol nincsen harag, ahol nincsen a sebeinknek való nyalogatása, hanem ott csak szeretet van, béke és egyetértés. Az Atya ebben a házban várja haza az ő gyermekeit. Ide vár haza mindannyiunkat. De azt is tudnunk kell, hogy aki az atyai házban van, az nem maradhat mindig gyermek. A gyermeknek felnőtté kell válni. A gyermeknek apává és anyává kell válni. És ennek a történetnek a végkövetkeztetése ez, hogy mi sem ragadhatunk meg gyermeki szinten, hanem nekünk is atyává kell válni. Milyen atyává? Irgalmas és szerető. Nekünk kell lennünk az irgalmas Istennek a keze, aki megsimogatja a bűnöst. Nekünk kell lennünk az irgalmas Istennek a lába, aki a bűnösen és ilyet, és megelőlegzi a bizalmat. Nekünk kell lennünk az Atya Isten szíve, aki megkönyörül a másik. Tehát a történet üzenete ez, hogy atyákká, irgalmas atyákká kell válni, különösen most az irgalmasság szent évében. Jézus maga mondja, legyetek irgalmasak, mint amilyen irgalmas a ti mennyei atyák. Kövessük az evangéliumi példázatban szereplő apát, atyát. Tudjunk megbocsátani, tudjunk a másik elé sietni, tudjunk megelőlegezni a bizalmat és a szeretetet. Ne szabjunk feltételt az irgalmasságnak. Tudjuk megnyitni szívünket egymás felé, és hiszem azt, hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor a mi arcunkon is felragyog az irgalmas Istennek, az irgalmas Atyának az arca. Amen.
kiessek a testvéri lakomában, amelyet a Szent Misében készítesz számomra. Kérünk téged, hallgass meg minket! Oh,
Jézus Krisztus teste és vére. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kegyet, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitő szent hitvall. Halálunkat hirdetjük, Urunk, és hitte vagy Isten áldásodat, a hírethez. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és a bűvösség kegyét és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt áldatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesítünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal értünk. Emlékezzél meg, a feltámadás reményében nem áldott a testvérünkről, elmúlt nagyszüleiről, akikért ezt a szent misehálózatot felajánljuk, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsáss őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkban, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Gellért püspökkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. A hatalom és a dicsőség mindörökké.
Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk. Ezért kérjük, ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökköd örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És
Jövő héten a szokott időben 10:30-kor kezdődik a Szentmise. Szentmise előtt 1:30-kor keresztúti áldozatosságot végzünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek erre a Szentmisére. Szép vasárnapot és szép következő hetet kívánok mindannyiunknak. Imádkozzunk egyházmegyénkért. Üdvözlégy nálunk, kegyelemben teljes, az Úrnak a neveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te kegyetlen gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Máriam, Istennek szent anya, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Az Úr legyen veled. Adásunkat március 15-én kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételeink jelentkezünk. Keddadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!